Tóth Árpádné megnyitójával, illetve az alkotókat bemutató Soproni Kis Sándor festőművész köszöntőjével kezdődött a Tarsói Ifjúságért Egyesület és a Vértes Múzeum Baráti Körek Egyesület kiállítása, ahol három fiatal alkotó mutatkozott be a Tarsói közösségi térben. Tóth Laura műveinek eredendője önmaga, amely egyedi képi világban fogalmazódik meg. Már gyerekkorom óta nagyon szeretek rajzolni, és valamennyire jó is voltam benne. A tanáraim folyamatosan támogattak ebben, és sok tanár fel is készített arra, hogy én most egy olyan gimnázium tagja lehessek, amelyben tényleg a művészetek a nagyon fontos. A művészetág az egy része az önkifejezésemnek, és ebben találtam a legjobban önmagamat meg. És nem is sok szavakban, hanem inkább a rajzban fejezem ki magam, és így jobban is sikerül. Jánki Bendegúz határozott jövőképpen rendelkezik, művei is ezt támasztják alá. Olyan alkotói vénát mutatott meg ezen a tárlaton is, amely kivételes tehetséggel párosul. Én nálam ez nagyon érdekes, ugyanis én 2020 óta alkotok így rendszeresen. Akkor jött, amikor ugye a Covid beköszöntött, és mindenki otthon maradt, és én se tudtam magammal mit csinálni, úgyhogy leültem, és akkor az interneten mindig is érdekeltek az ilyen videók, szerettem őket nézni. Aztán karácsonyra kaptam egy ilyen festőkészletet, ilyen kis kezdőkészletet, és akkor ott elkezdtem így alkotgatni, aztán így szépen lassan kialakult ez az egész mára, meg egy nagyon kedves hobbi lett számomra, ami kikapcsol. Az ifjú generáció három alkotója, így Kovács Kamilla számára is a képzőművészet jelenti az önkifejezés legfontosabb eszközét, amelyben nagy segítséget nyújtanak számára Bodajki tanulmányai. Nagyon szeretek rajzolni, tovább tanulás céljából is művészeti irányba szeretnék elmenni, festeni vagy zenélni, a gitározást is nagyon szeretem, jelenleg is művészeti iskolába járok, Bodajkra. A tárlat megtekinthető a Tarsói Ifjúságért Egyesület főutcai termében az intézmény nyitvatartási idejében.